Éjszaka egy indiai falu szélén, egy elhagyatott romos mogul stílusban épült kerengőben. Kupolák, boltívek, folyosók, apró neszek, kutyaugatás, víjogó madárhang. Az ismeretlen és forma nélküli sötétséget derengő jelenések oszlatják el, és képzeletünk szabad mélységébe hívnak. Ezt kínálja a látogatóknak az élőkép alkotó műhely, elhagyott kerengők fotókiállítási installációja. A képek és az installációk alkotója Bérci Zsófia és Tankó Barnabás. A kiállítás elképzelt világot teremt, fantáziánkat megragadja és elvisz a távoli vidékek, filmek, az álmok, a halál, a mesék, a meditációk világába, mondta megnyitó beszédében Simon Viktória, kommunikáció és média szakértő. Zsófia morfománokhoz hasonlóan archetípus jelenéseket, léleklényeket szeretett volna ábrázolni ezúttal fényképen. A címben a kerengők szó utal egyrészt a helyszínre, vagyis templomok, házak körfolyosóira, de utal egy adott dimenzióban szabadon, akár holtkóros módjára kerengő lényekre is. A témát részben az iszlám vallás szufi irányzata inspirálta, a kerengő dervisek pörgése. Jelentések és szimbólumok egész sorát kapcsolhatjuk a pörgéshez, körforgás, végtelen, meditáció, révülés. Az elhagyott kerengőkhöz pádoglemezből készültek négyzetes tórusz formák, forgástestek, melyek lehetővé teszik, hogy a valóságos építészeti kerengőben készült képeket térhűen és megvilágítva nézhessük meg. Tankó Károly, díszmű bádogos mester alkotta meg az űrjárművekre emlékeztető bádogformákat és fakupolákat. Mindez további játékra ad lehetőséget. A fénylények talán tényleg egy másik dimenzióból érkeztek. Bebújhatunk az installáció közepébe, hogy lássuk, mi történik a kerengőben, az épület belsejében. Ilyenkor egy kicsit elkülönülhetünk a többi látogatótól összezárva a jelenésekkel. A kiállított fotók 4 sorozatból állnak, a fényalakok színe mindegyiken eltérő. Így beszélhetünk a kék, a narancssárga, a fehér sorozatról, illetve negyedikként a Színes India címet viselő képről, melyen sokszínű figurák jelennek meg. A kiállítás augusztus 8-áig tekinthető meg a monostori erőd konferencia termében.